tudod, megnézem egy író barátomnak a darabját, és nem jó. Ahhoz nagyon-nagyon jó barátoknak kell lenni, hogy azt mondjam, hogy hát ez nem jó. Találkoztam a barátnőmmel, akkor, és én egyedül neveltem a gyerekeimet, akkor sokáig nem mondtam el, mert mert úgy gondoltam, hogy majd akkor mondom el, ha teljesen biztos. Kinek a gyerekeimnek? A És közben meg megtudták, főleg, és, és, és ez, ez nem volt jó. Ez azért 5000 könyvvel nem olyan Ez Ezt sosem hogy te meg tudod számolni, hogy ez 5000, vagy honnan tudja az emberi belőni, hogy hány ezres könyvtára van? Becsülni tudom. De most látom, hogy te pont tíz éve vagy híres ember, most ünnepled a ju igen. jubileumát ennek, hogy megjelent az első könyved, meg hogy elkezdődött ez a sorozat a Facebookon, ugye? Igen. És ez egy tök más élet, nem? Hogy hogy mondjuk ilyen műsorokba hívnak, ahol magadról kell beszélni, meg, meg egyáltalán, hogy egy ilyen közszereplő lettél. Igen, el is kellett tenni tíz évnek, hogy úgy megszokjam. Igen. Aha. Most arra érzed azt, hogy úgy belekényelmesedtem? Hát, most már úgy, nem az, hogy belekényelmesedtem, hanem hogy nem lep meg, hogy mondjuk ide meghívsz. Na figyelj, akkor hány évesnek érzed magad? Szerintem 50-nek, 50 Ötven vagyok, 50-nek érzem, de olyan elégedett 50 És mindig, ö, ö, hogy, hogy hívják ezt? Mindig, mindig szinkronban vagy az életkoroddal? Többé-kevésbé. Tehát nekem a, ezek a 40-es éveim, azok szerintem rendben voltak. Tehát, hogy mindig úgy annak is magam, és nem éreztem, hogy ez baj lenne. Furcsa módon éppen így az 50. szülinapomon így ezt így végig elemez. A 30 az, az volt nekem ilyen e, sokszerű, mert akkor szembe kellett néznem azzal, hogy most már felnőtt vagyok, tehát nincs mentség. No, Mikor akkor... születtek a lányait? Hány éves korodban? E, hát a Luca született ugye 2000-ben, akkor 28 voltam, és 30 amikor a Lize. Tehát előbb megszülettek a gyerekeid, majd rájöttél, hogy felnőtt vagy. Hát igen, azok már elősen ráutaló <gül> dolgok <gül> voltak, igen. Jó, hát az nagyon jó, hogyha az ember jobban van a korával. Mi volt a legnagyobb pénzkidobás eddig életedben? Hmm. Nem tudom, én hajlamos vagyok ilyen pénzégetésre. Igen? É, igen, egyszer, amikor így elkapott először azt, hogy neten lehet vásárolni. És van egy pici francia. Butika, ahol ingeket árulnak alapvetően csak Párizsban, ahol én egyszer voltam. És oda mész Párizsban, és veszel egy inget, az drága, drága, de hát eh, egyszer élünk. Na, de amikor ezt be tudtam menni otthonról a fotelből, és én nem tudom miért, eh, teljes színi ózanul, így elkapott a gépszín, és rendeltem vagy tíz inget. És utána egy másnap, mint valami bahana fölébredtem volna, hogy azt mondja, hogy mit műveltem. De végül is tulajdonképpen így, hogy e, most van, a, aki tíz év után, ez követ tíz éve volt, kezdtek úgy leöregedni ezek az ingek, tehát hogy tulajdonképpen nem volt Jó rossz befektetés, de azért ez az egy money burning volt. Uh -huh. Én tudok így, úgy, utazás közben szeretek költeni, tehát nem szeretek úgy utazni, hogy rosszabb legyen, mint otthon, akkor inkább nem indulok el és e, szóval be, bele tudok húzni ilyen nagyobb költségekbe, hát mindig éppen akkor, a, a, ami van. Tehát a, mi, mi számít nagy költésnek, amikor egyáltalán nincs pénzed és egyetemistaként laksz egy albérletbe és akkor veszel egy üveg drága bort, e, akkor tulajdonképpen az egy pénzélgetés, de visszagondolva nem olyan rossz. Ugye az egyik ilyen legszebb családi emlékem az az, még picik voltak nagyon a nagy gyerekek és éppen jobban ment a szekér, és meghívtuk az, az összes nagyszülőt eh, Franciaországba, Rivérára kivettünk egy házat, és eh, wow. ott töltöttünk egy, eh, 10-11 napot. Ez ilyen nagygecvé. Nagy <laughs> az az yeah. volt, nagy... de mindenkinek, és főleg a nagyszülőknek egy életre szóló élmény. Tehát, hogy egyáltalán nem bántam meg, miközben teljesen irracionális, eh, de nagyon-nagyon de jó emlék, és ráadásul akkor éppen volt is pénzem, tehát nem bántam meg, hogy abból nem tudom én mit vettem, amit így föl lehet mutatni. Nekem ebből az jön le, hogy te szereted élvezni az életet, és erre nem sajnálod a pénzt se. Igen, de hogyha nincs pénzem, most nyilván a alapszükségleteimre nem lenne, az baj lenne, de hogyha éppen nincs pénz az azzal is el vagyok. Szóval, hogy én nekem nem, a pénz nem önmagáért fontos, és ha van, akkor, akkor szeretem elkölteni, de félre is tudok tenni. Tehát, hogy nekem azt hiszem, hogy jó viszonyban vagyok a pénzzel. Mikor fordul elő veled, hogy hazudsz? Mert elő szokott fordulni, akinek egyes hazugságokat általában. Nagyobbat nem hazudtál életedben? De biztos, biztos, mindenki hazudik. Gyerekkoromban kifejezetten sokat füllentettem, hogy nagyon rossz gyerek voltam, mindig volt velem baj az iskolában és hát anyám kíméletéből ezeket e, nem árultam el otthon. E, általában azt nem szeretek megbántani embereket, ebben rossz vagyok, mert néha állítólag meg kell, vagy hát kíméletlennek kell lenni, de ebben én nem vagyok jó, és akkor inkább. Mert konfliktus kerülő vagy? Hát igen, de úgy, hogy most történt, megnézem egy író barátomnak a darabját, és nem jó. Ahhoz nagyon-nagyon jó barátoknak kell lenni, hogy azt mondjam, hogy hát ez nem jó. Nem akkor, hogy hát az ember mond valamit, és közben meg valójában hazudott. És ilyesmikben. Uh -huh. Hát ilyenvel akkor gyakran kerül szélhelyzet. Hát igen, de hogy vagy a legeteg, van, is most. Neked. Vagy vagy most érted valakinek, aki egyébként nem egy szakács. És megeszed a főztjét, és nem jó, hát megdicsérel. Tehát ez körülbelül ugyanaz hát minek, minek. Nem. Én nem. amikor hogy ilyen kérdés felteszünk, jobban érdekel az, hogy mi az, amit konkrétan a saját életedben elhallgattál, vagy, vagy eltusoltál, vagy elmaszatoltál, mert nem tudtad felvállalni. Ez a kegyes hazugság, ez tényleg mindenkinek az életében viszonylag gyakori, de ezekből nem lesz nagy baj. Az, az igazi hazugságokból azért lehet baj. Hát azt én nem tudom, hogy hazugság el, nem, azt hiszem, hogy nem de némi baj az volt belőle, hogy amikor ugye néhány évvel, most már több éve, sok évvel ezelőtt tulajdonképpen találkoztam a barátnőmmel, akkor, és én egyedül neveltem a gyerekeimet, akkor sokáig nem mondtam el, mert, mert úgy gondoltam, hogy majd akkor mondom el, hogyha teljesen biztos. Kinek a, 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 a gyerekeimnek? És közben meg megtudták, főleg, és, 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 ez, ez nem volt jó, hogy nem tőlem tudja a, a kisebbik lányom a Liza. De nem gondolom, hogy ez hazugság, inkább az ember mindig keresi a megfelelő időpontot, vagy amikor miközben nem feltétlenül kell. Uh -huh. Hát, hogy így, így, így várni a nagy pillanatokat mindenféle bejelentésekre. Ebből mondjuk talán ez a tanulság. Uh -huh. Mi a legértékesebb tulajdonod? Hát azt hiszem, hogy a könyveim. Igen? Az autódra tippeltünk. <laughs> nem tudom, olyan nagyon értékes az autó. De a könyveid hogy értékesek? Nem, ö, szellem, vagy szellemi értelemben gondolod, vagy hogy? Szerintem ö, hogy, a szellemi értelemben mindenképpen, mert nagyon fontosak nekem. De vannak de a könyv Vannak, vannak. Annak, és, ö, és ezek ilyen több millió forintos? Nem, hát azért nem, de összességében lehet már annyi. Nem tudom, és hát, elmondhatsz ilyet, hogy mit van? Én gyűjtöm a dedi régi dedikált könyveket. Gondoltam, és... kis kitől van? Móri Jigmond, meg nem is tudom, Heltejenő. Rejtőjenő, úr is. Nem, Heltejenő, sajnos nincs. nem tudom, És aukciókon veszed? Aukciókon, igen, igen. Hát sokféle van, és meg hát kortásból is. Hát, ahol gondolom. Meg gyűjtöm az első kiadásokat, tehát hogy a, ami egy fontos könyvnek az első kiadása, és akkor ott nem tudom, én Petőfitől kezdve sok minden van. Ami és ha valaki felmegy hozzád, hozzád, akkor az egy tárlatvezetéssel jár együtt? Hát, ha érdekli, akkor szívesen megmutatom neki. Hát egyébként ez egy komoly akadály egy ekkora ö, ö, házi könyvtár, mert nem tudok akárhova elköltözni. Mikor költöztél utoljára? Hat évvel ezelőtt költöztem a jelenlegi lakásomba, mikor a gyerekekkel, akik gimnazisták voltak, beköltöztünk a városba, mert egy, kint laktunk Budaligeten, és egy idő után az már nem volt komfortos, hiszen ők már este ebben akartak maradni a városban, meg egész egésznapos elfoglaltságuk volt, és akkor én ilyen sofőrszolgálatban voltam. Úgyhogy beköltöztünk, most már egy éve nem laknak velem, elköltöztek, és éppen most próbáljuk kitalálni, hogy akkor én mit kezdjek, mert eladni nem biztos, hogy el akarom, de lehet, hogy meg kiadom, vagy nem tudom hmm. én ilyesmi. De, de ez egy jelentős korlát, hogy ez azért 5000 könyvvel nem olyan könyv. Ezt sose értettem, hogy te meg tudod számolni, hogy ez 5000, vagy honnan tudja az emberi belőni, hogy hány ezres könyvtára van? Becsülni tudom. Egyébként egyszer nekiáltunk egy éve a Lizával rendszerezni a könyveket, és, és akkor egy számoltuk is, de, de persze már azóta is szaporodott, meg nem olyan nagyon élesen mindent számoltunk meg. De hogy nagyjából tudom, hogy átlagosan egy polcon mennyi fér el, és akkor úgy mm. felszoroztuk, és 4500 és 5000 között lehet. Durva. A gyerekkorodnak melyik részét kompenzálod most? Nincs, nekem nagyon jó gyerekkorom volt, nem tudom, hogy mit kell kompenzálni, hogy kellene Egészen kiskoromban szerintem a, ott ö, ilyen visszahúzódó gyerek voltam picinek, de aztán ez megváltozott, és kifejezetten rossz gyerek voltam már ilyen 9-10 éves koromban. Nem tudom, nekem, ez nagyon, nekem nagyon jó gyerekkorom volt, meg nagyon jó kamaszkorom, úgyhogy nincs mit kompenzálni, talán előre kompenzálom az öregkoromat. <laughs> Loptál-e már valaha valamit? Lopni? Ö, Végveszünk a bűnöket. Igen. E, Megkérdeztük, hogy e, gyilkoltál. Gyilkolni nem gyilkoltam, lopni loptam. E, például amikor gimnazista voltam, és kollégista szentesen, akkor ez egy ilyen bátorságpróba volt, hogy ki mer a központi ABC-ből elemelni különböző dolgokat, és én például felvágottat loptam oly módon, hogy... Azt az nem könnyű lopni. <laughs> 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 igen, ezt ki kellett kérni a hentes pultból, tehát hát azt tudták is, de hogy ez dupla pontot számított, tehát, vagy nem tudom micsoda. És utána beraktad a zsebedbe, vagy hogy csinálják. Hát azt hiszem igen, igen, és akkor ott rögtön a bolt környékén meg is ettük, mert azért igen. úgy éreztük, hogy a bűnjelet el, <laughs> el kell tüntetni. Amúgy meg tollakat lopok most is akaratom kívül, de a saját tollaimat is elveszítem. Ilyen, úgyhogy vigyázni kell velem, tehát ne adjanak a kezembe tolva. És könyvet nem lopsz? Mármint úgy, hogy kölcsön aztán Véletlenül, nála igen, sajnos az, az előfordul, de azt meg látom, hogy tőlem is eltűnedeznek könyvek. Ezt ne nem tekintem lopásnak, hogyha úgy, úgy ott marad. Exlibris-ed Ex nincs? Nincsen, de gondolkodtam már rajta, csak pont 5000 könyvebe beleér ragaszgatni exlibris de, de, de igen, az egy szép szokás. Mivel lehet téged kihozni a sodrodból? Nehezen lehet engem kihozni a sodrodból, de, de, lehet. Ez szinte úgy az ember úgy, úgy piszkálja az embert, hogy, hogy téged igazából, kibillentse. Igazából úgy lehet, hogyha valaki módszeresen így, így pingel, de hát ez nagyon ritkán sikerül. Utoljára a kamasz gyerekeimnek sikerült, de az is ritkán. Inkább mindig az volt a baj velem, vagy hát azt mondták a a, a szeretteim a környezetemben, hogy pont az az idegesítő bennem, hogy nem lehet fölidegesíteni. Igen, ezért próbálkoznám. Én is úgy érzem, hogy, hogy az embert úgy ingerli ez a késztetés. Igen. Nézzük már meg milyen vagy, amikor nem vagy ennyire kiegyensúlyozott. Ritkán, nagyon ritkán. És akkor felemeled a hangod, vagy mit csinálsz? Hát igen, igen. De, de nagyon furán, mert nem az igazán nagy stressz helyzetekben van. Utoljára szerintem három éve... Jöttem ki a béketűrésemből, amikor két telefontöltőmet is elveszítettem, vagy elromlottak Stockholmban, és láttam, hogy mindjárt lemerül a telefon, és vártam egy hívást, és akkor állítólag viccesen, hisztérikusan kiabáltam. De, de, ez is csak azért, mert volt tanú, de egyébként ez nagyon ritka. És nem esik jól. Tehát, hogy igazából az van, hogy azt szokták mondani, akik ilyen szangvinikusabb alkatóak, hogy az tök jó, hogy kikiabálod magad, és elmúlik. És amikor nagy ritkán ilyen helyzetbe kerülök, nem esik jól. Tehát utána magam előtt szégyellem magam, hogy hogy kerültem én ilyen helyzetbe, hogy itt hisztizek. Milyen illatból csinálnál parfümöt? Milyen érdekes. Tudod, milyenből? Régi könyvek illatából. Az olyan jó, amikor kinyitsz egy könyvet, és az a, ott van benne az az illat, és azt még nem láttam, hogy parfümben lenne. Mikor sírtál utoljára? Én így életem, így, így hajlott koromra, így sírópityogó. Tehát, hogy képes vagyok filmen is sírni magamat, vagy nem tudom én, hogyha a Luca ír valami olyat, arra ar ar ott szoktam, de hát azért nem úgy, hogy, 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 hogy hüppögve hangosan sírok, hanem úgy könyc a szemembe, de ez egyre gyakrabban előfordul. És hüppögve hangosan is sírtál valaha? Hát, Mert felnőttként? Igen, de az, az, az nagyon ritka. Hát, ilyen haláleseteknél legfeljebb. De ez gyerekkoromban is így, vagy nyilván egész kiskoromban nem. Tehát, hogy, hogy én nem voltam soha hangosan síró, de de tudok sírni. Mi lehet a legnehezebb a veled való közös életben? Hát szerintem ez, hogy, hogy nehezen mutatom ki a, a, az érzelmeimet, vagy azoknak egy részét. Hát azt mondják, hogy én egy ilyen nehezen feltörhető tojás vagyok, vagy nem tudom. Azt mondják, hogy az is az olyan jó, hogy nem lehet velem rendesen veszekedni. Sokszor előfordul az, hogy, hogy már kéne mondanom valamit, vagy, vagy bele kéne mennem egy beszélgetési helyzetbe, de nem, nem teszem meg. Hát ilyesmi, azt hiszem. Melyik ruhadarabot találod a legerotikusabbnak? Hm. Hát azt hiszem, hogy ilyen szép sálakat. Komolyan? Már egy nőnek? Aha, igen, igen, igen. <gül> <gül> Tehát amikor úgy vala, hogy, hogy egy ilyen Sejem sáv, vagy valami ilyesmi. Ez de csak a fejükön? tehát nem, nem, ugye igyen, hát a Holták ugye a hatalmas években? Fejen, nyakon, uh -huh. e, de a kulcsont, a nyak, a halánték, azok nagyon erotikus részek. De hát a sár az eltakarja, nem? Hát ez benne a szép. <gül> <gül> Jó. Szereted a titkokat. <laughs> Kik azok az emberek, akik a legjobb hatással vannak rád? Mondják konkrét embereket. A Környezetemben a nők hogy hatással vannak rám, és ha ők nem is tudnak erről. Itt az a, lányaim idő, is, a lányaim is, a barátnőm is, anyám is. Igen, szóval azt hiszem, hogy ők vannak a legnagyobb hatással. Már hogy inspirálnak, vagy milyen értelemben? Ez úgy, a pályára tudják állítani a gondolataimat, vagy az, hogy ha nem veszek észre dolgokat a világban, meg szóval úgy, úgy jól hogy ki, tud, ki, tudnak zökkenteni, és mégiscsak az a jó, hogyha az emberek a gondolkodásából kizökkentik, és ez nem valami diszkomfortos dolog, tehát hogy szerintem így ilyen értelemben a legnagyobb hatással a környezetemben a családom nőtagjai vannak. Miért irigyelhetnek mások? Nem, nem tudom. Talán azért, már. Az, az nem olyan rossz dolog, hogy az ember nem idegeskedi át az életét. Igen, az biztos. És ki a legnagyobb rajongód, szerinted? Hát biztos, anyám. <gül> <Tényleg>. <gül> <gül> mit nézel meg először magadon, ha elmész egy tükör előtt? <laughs> nem áll égnek a hajam. A hajadat nézed először? És ez miért baj, ha égnek áll? <laughs> hát nem tudom, idegesít, hogy így kiáll egy hajtincs, vagy valami. De azt most kérdeztet, hogy mit nézek, meg azt nézem meg. Meg. Hát azt is megszoktam nézni, persze, azt nem a tükörből, hogy koszos -e a cipőm. Mm -hmm. Oké, okay, akkor most villámkérdések jönnek. Mert ez, eddig mi ez volt? volt? Ezek voltak a kifejtős kérdések. Kavicsos vagy homokos? Kavicsos. Segítségkérés vagy önálló megoldás? Önálló megoldás. Mikor tudsz egyébként segítséget kérni? Mekkora baj kell hozzá? Egyre inkább megtanultam, hogy kell kérni. De alap, alkatilag nem vagyok ilyen, tehát inkább, inkább nekiálltam magam megoldani. De aztán így megtanultam. Tehát tudok most már kérni segítséget, de az először mindig megpróbálom magam. Palacsinta vagy gofri? Palacsinta. Kávézó vagy bár? Kávézó. Jobb vagy bal? Jobb. És ezt most vagy mire értetted? Hát nem, nem tudom. Én kétkezes voltam gyerekkoromban, piciként, tehát mind a két kezemet használtam ami valójában azt mondják, hogy ez a balkezesnek egy verziója. Minden esetre én még nagyon-nagyon az antivilágban voltam kisiskolás, és azt mondta a tanítani, hogy a csúnya kezünket tegyük a hátunk mögé, úgyhogy a balkezemet kezemet a hátam mögé kell tenni, úgy tanultam meg csúnyán írni jobb kezemmel, és ennek hatására, vagy többek között ennek hatására kancsal is lettem. Úgyhogy igazából én szeretem a balt és nem csak a jobbat. És olyan érdekes, mert a politika közelében dolgoztál, és erről a kérdésről nem jutott eszedbe, hogy politikai értelemben jobb vagy baloldal. Ja, egyáltalán nem, és ráadásul ebben a most szokásos politikai kategóriákban nem is tudom magamat beletenni, meg gazdasági értelemben kifejezetten jobboldali vagyok, emberi jogi kérdésekben meg kifejezetten baloldali, de nem mondanám magamra egyiket sem, mint jelző. Nap vagy hold? Nap. Road trip, vagy repülő? Road trip. Színház vagy mozi? Színház. Szalsza vagy sajtszósz? Szalsza. De szoktál moziban ö, chipset enni, vagy? Ö... Igen, és rájöttem, hogy nem szeretem azt a sajtszószt, amit ott adnak. <laughs> Jó, ja, ezért, aha. Rum vagy gin? Na hát ez egy nehéz kérdés, mind a kettőt szeretem, legyen rum. Korábban kellni, vagy éjjel befejezni? Igen, befejezni. Bográcsozás vagy kirándulás? Bogrács. Provence vagy Toszkána? Hmm, Provence. És szöveg vagy dallam? Szöveg. Hát na lát. Köszönöm. <laughs> én köszönöm. Én megnézném, hogy hogy működik egy női agy. Én egy, én egy, napra kipróbálnám, hogy, hogy, hogy mik a hogy, hogy különböző nézőpontok azok így. Mit nézel meg először magadon, ha elmész egy tükör mellett? Uh, uh, Na. Hát uh, egyébként rögtön egész alak, egész alak a cek, tehát rögtön, rögtön és meg az egész alak. Állni, vagy? Fú, amúgy igen. Amúgy vagyok. Egyszer csak van egy ilyen mental breakdownom, és akkor sírok egy három percet. Nekem nem volt sok szakításom, nekem egy szakításom volt, mert nekem egy barátnőm volt, úgyhogy... Igen, nagyon hűséges vagy. Hát nem, de ne, azt még nem még végül is majd nem. nem. Ja, nem, mert, mert, mert hát, hűség voltam, de most már nem. mert... mert...